8 óra van, ez a híradó, az M1-en, Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. Tovább dúlnak a harcok Ukrajnában. Az ukrán katonai vezetés szerint az egész keleti fronton, Szeverodonyecknél a legsúlyosabb a helyzet. A BBC úgy tudja, sem az orosz, sem az ukrán csapatok nem tudnak áttörést elérni, miközben a szemben álló felek azt állítják, jelentős veszteségeket okoztak egymásnak. Luhanszk megye kormányzója azt mondta, a város nagy része már orosz ellenőrzés alatt van. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök szerint pedig a Szeverodonyeckért vívott harc kimenetele dönti majd el az egész Donbass további sorsát. Novemberig meghosszabbította a parlament a háborús veszélyhelyzeti intézkedéseket. Az Ukrajnában zajló háború miatt a kormány két héttel ezelőtt hirdette ki a különleges jogrendet, amely továbbra is lehetővé teszi az élelmiszer és a benzinár stoppot. Mivel a rendeletek csak 15 napig érvényesek, a parlamentnek törvényben kellett azokat meghosszabbítania. A jogszabály lehetővé teszi, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülők segítésére, valamint a káros gazdasági hatások kivédésére. Lemondott a Jobbik elnöke. Jakab Péter tegnap az esti órákban a közösségi oldalán jelentette be távozását a párt választmányi ülésével egy időben. A politikus bejegyzésében azzal indokolta döntését, hogy kivették a kezéből a Jobbik irányítását. Deák Dánielt, a 21. század intézet vezető elemzőjét kapcsoljuk most a továbbiakért. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Így a sorozatos botrányok után mennyire lehetett erre számítani már, mint Jakab Péter lemondására, és volt-e a pártelnöknek esetleg más lehetősége választása? A jelek szerint nem volt, tehát az, hogy a választmány egy rendkívüli ülés hívott össze, és az volt a várakozás, hogy egy tisztújítást ismét összehívnak, ahol le akarják majd váltani Jakab Pétert, az azt jelezte, hogy a párt vezetésében egyáltalán nincsen már bizalom Jakab Péter irányába. Ezt főként az eredményezte, hogy még inkább kiélezte a belső konfliktusokat Jakab Péter, tehát az április 3-ai választási kudarcot követően nem mondott le, továbbra is ugyanazt a kommunikációt, ugyanazt a stílus képviselte, mint amit azt megelőzően is tapasztalhattunk. Ez még egy hónappal ezelőtti tisztújításon még megmentette Jakab Pétert, azonban azóta eltelt időszakban Potocskáné alelnökkel kapcsolatos viták, vagy akár a kabinet vezetője Molnár Enikővel kapcsolatos ellenérzések olyan komoly konfliktusokat eredményeztek a Jobbikban, hogy már elfogyott a többség Jakab Péter mögül, így gyakorlatilag előre menekült ezzel a lemondással. Ha nem mondott volna le, akkor egy előrehozott tisztújításon váltották volna le őt. Ugye most frakcióvezetőként pozícióban marad, kérdés, hogy onnan is le fogják-e majd váltani. Ugye a Jobbikról már Jakab Péter lemondása előtt is sokan azt mondták, egyébként ellenzéki oldalról is, sőt egykori párttársai is, hogy megkezdődött a párt végjátéka. A tegnapi fejlemények felgyorsítják ezt a folyamatot, vagy lát még esélyt arra, hogy a Jobbik túléli a kialakult helyzetet? Mindenképpen ez már a végjáték, tehát gyakorlatilag a pártnak nincsenek szavazói, hát az április 3-ai választás és azóta nyilvánosságra került közvéleménykutatások is azt jelzik, hogy a Jobbik jóval az 5%-os parlamenti bejutási küszöb alatt helyezkedik most már el, tehát szavazók nélkül maradt a párt, szavazók nélkül egyszerűen nem életképes egy politikai formáció, egyértelműen halálra van ítélve, és hát most már nem csak a szavazók hiányoznak, hanem lassan a politikusok is, tehát Jakab Péter volt gyakorlatilag az utolsó olyan szereplő, aki országosan ismert politikusként azért bekerült a hírekbe. Kérdés az, hogy ki lesz az új pártelnök. Gyakorlatilag Jakab Péter mindenkit elődözött a pártból már, aki az első vonalban volt, vagy a másodvonalban volt. Csupán olyan politikusok vannak már a Jobbikban, akik kevésbé ismertek, sokkal gyengébb politikai teljesítmény képesek felmutatni, még akár Jakab Péternél is. Tehát innentől kezdve most már a Jobbiknak a felszám lesz a feladata lényegében az új pártelnöknek. Ez nagyban hasonlít arra, amikor például az SZDSZ-nek Retkes Attila lett az elnöke, ő is gyakorlatilag egy ilyen felszámoló biztosa volt a pártnak. Ha már itt tartunk, ugye a kongresszust össze kell hívni ahhoz, hogy Jakab Péter utódját megválasszák, addig viszont az elnök helyettes Potocskáné Körösi Anita veszi át ezt a posztot. Mire számíthatunk tőle? Ügyvivői feladatokat fog ellátni, vagy valami mást?
Ugye Potocskáné miatt robban ki ez az egész utolsó végjátéknak minősülő botrány, és hát véhetően vannak neki elnöki ambíciói, tehát ő már olyan kommunikációt fog folytatni, amivel felkészül a tisztújításra, és felkészül arra, hogy majd a pártnak a tagjai megválasztják őt Jakab Péter utódjának. Azonban Potocskáné sem egy olyan politikus, sem egy olyan karizmatikus, országosan ismert politikus, aki a Jobbikba életet tudna lehelni. Vélhetően ő lesz majd a Jobbiknak a Retkes Attilája, hogy azt az SZDSZ-nél is láthattuk, ő lesz a felszámoló biztos. Még a Jobbikot életben tartja az, hogy a frakción keresztül jelentős forrásokat, pénzeket kapnak a pártagok, azonban az is elképzelhető, hogy a frakció is fel fog bomlani, tehát hogyha Jakab Péter például a frakción belül leváltják, és nem lesz már frakcióvezető, akkor az is elképzelhető, hogy a Jobbik korábbi elnökeihez hasonlóan Jakab Péter is majd kilép a Jobbikból, kilép a Jobbik frakciójából, és például független képviselőként folytatja tovább a munkát. Deák Dánielnek, a 21. század intézet vezető elemzőjének köszönjük szépen. Csaknem 200, egészen pontosan 198 migránst fogtak el már a virradóra a magyar rendőrök, osztrák és cseh kollégáikkal, valamint katonákkal és mezőőrökkel együttműködve Csongrád-Csanád megyében. A közös akció során Szeged, Gyálaréten, Mórahalmon, Tiszaszigeten és Ásotthalmon találták meg több csoportban az illegális bevándorlókat. Mindannyian azt állították, hogy szírek, de papírjaik erről nem voltak. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, Malagánál a hatóságok megkezdték a térségben élők evakuálását, mert a lángok lakóházakat is megközelítettek. Jelenleg 140 tűzoltó és 15 speciális repülőgép próbálja eloltani a tüzet. A spanyol hadsereget pedig az ott élők elszállításában nyújt segítséget. Az oltást nehezíti a rendkívül erős szél. Spanyol források szerint a lángok percenként 30 métert terjednek. Több mint 3 milliárd forintból épül két új raktárbázis Tiszaújvárosban és Kazincbarcikán. Szijjártó Péter a Révésztransz Kft. Beruházásának bejelentésén azt mondta, a fejlesztéssel 100 új munkahely jön létre, a beruházáshoz pedig az állam 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. A külügyminiszter hangsúlyozta, a logisztikai ágazat kulcsfontosságú iparág. Kitüntették itthon a Suzuki cégvezetőjét. Suzuki Osamunak Orbán Viktor miniszterelnök és Novák Katalin államfő adta át a Magyar Érdemrend Nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést a Sándor palotában. Az ünnepségen Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a Suzukinak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Magyarország már az európai autóipar egyik éllovasa lett.